városi könyvtár épületének akadálymentesítése tavaly ősszel volt téma az önkormányzati testület ülésén, amikor a képviselők konszenzusos döntést hoztak a fejlesztés megtervezéséről. A tervek azóta elkészültek, a beruházás előkészítése megkezdődött. Az intézményben ehhez igazodva végzik a gyűjtemény selejtezésének feladatait. A selejtezés során ugye megvizsgáljuk, hogy melyek azok a könyvek, amelyek még ugye nyilván ugye használhatók, vagy ugye esztétikai szempontból, tehát hogy a kötése ugye egybe van-e, vagy ugye tartalmi szempontból, hogyha szakkönyvekről beszélünk. Most ugye az akadálymentesítés okán is ugye sor került ugye a selejtezésre, mivel ugye a nagy raktárunkat is érint ez az akadálymentesítés. A jelenleg raktárként használt helyiségben alakítják majd ki az intézmény vizes blokkját, akadálymentes mosdóit. A fejlesztés fontos lépés lesz a könyvtár életében. Hogyha megvalósulna ez az akadálymentesítés, az nekünk nagyon jó lenne, mert akkor az információhoz való hozzáférés jogát tudnánk biztosítani a minden felhasználónk számára. A megvalósítás terve szerepel a 2021-es költségvetésben. A beruházás összességében 18 millió forintba kerül majd. Gergely Zoltán polgármester érdeklődésünkre elmondta, hogy a helyi fejlesztések ütemezését a pályázatok megjelenése szerint határozzák meg. Remélik, a második fél évben lesz rá lehetőség, hogy megkezdjék a kivitelezést. A vizes blokk kiépítésével párhuzamosan átalakul a bejárat és a belső folyosó, ahová egy korlátliftet szerelnek fel. A raktár kiürítése, a fejlesztést helyben előkészítő selejtezés után a könyveket a helybélieknek adták át. Ami még olyan könyv volt, amit esetleg szívesen forgatnának az olvasók, azok ugye kihelyezésre kerültek a piacra, illetve a Kanyar ABC-be. Tehát ebből a selejtezett könyvekből a gyermekkönyvek nagy része pedig az általános iskola könyvtárához került. Mintegy 30 ezres dokumentumállománnyal várják majd az olvasókat, ha a zárat után lehetőségük lesz a nyitásra. Addig nem marad más, mint az online tér, ahol rendszeresen aktuális információkat, érdekes tartalmakat osztanak meg a helybéliekkel.